Kedves nézők, a háttér vendége Dászen Miklós polgármestere, Sipeki Zsolt, köszöntöm, polgármester úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Hát egy cikluszáró, gyakorlatilag egy cikluszáró beszélgetésre jöttünk itt most össze, bár van még durván fél év a helyhatósági választásokig. Mielőtt még erről a 2014-től eltelt időszakról beszélgetnénk, két mondat erejéig azért beszéljünk már 2010 és 2014 közötti időintervallumról is, hiszen azóta polgármester. Valóban csak két-három mondatban, és nem is húzom tovább az időt. Mi volt akkor a feladat? Hát alapvetően a túlélés. Ha nem megyünk két-három mondat erejéig, hanem csak egy szóban kell összefoglalni, akkor a túlélés, de picit bővebben a gazdasági stabilitás kialakítása, az intézmények költségvetési politikájának kialakítása, a falu gazdálkodásának rendbetétele volt az első ciklusomnak a legfontosabb feladata. Ki lehet azt jelenteni, hogy alapvetően megváltozott már, és másra fókuszált és fókuszálhatott 2014-től? Abszolút, igen. Akkor nézzük sorban, itt van nálam egy fejlesztési program, ebből puskáztam. Hát ebben nagyon sok minden benne van. Kezdjük talán az utakkal. Itt aztán most lehet beszélni belterületi utakról, külterületi utakról, és ha már közlekedünk, akkor gyalogosan is közlekedünk, járdafelújítási programról. Ezzel kapcsolatban ez egy nagy komplex és nagy feladat. Miről tud beszámolni? Tehát először is arról, hogy nagy hangsúlyt fektettünk Dászen Miklóson arra, hogy stratégiákban, programokban gondolkodjunk. Tehát minden ciklus elején megalkotjuk a ciklusprogramot, ez általában teljes egyetértéssel kerül átfogadásra, tehát időt szánunk a képviselőtestületben arra, hogy ez egy végrehajtható, előremutató és pontos program tevékenység napló legyen. És ementén zajlik gyakorlatilag a közélet és az önkormányzati képviselőtestületi munka. 2014-től 19-ig tart ez a bizonyos fejlesztési program. Hát remélem, hogy nem ez az utolsó olyan fejlesztési program, amelynek a kidolgozásában személyesen is részt vehetek. Ez a program már alapvetően egy jóléti célokat megfogalmazó program volt. Elsődleges célunk az volt, hogy ez alatt az 5 év alatt azt a probléma halmazt, amely a dánszentmiklósi emberek mindennapjait alapjaiban határozta meg, azt a probléma halmazt feloldjuk. Ezt úgy hívjuk mi, hogy útfelújítás és aszfaltozás. Dánszent Miklós belterületi önkormányzati kezelésben levő közútjai nagy részt 2014-ben borzasztó állapotban voltak, és azt tűztük ki célul, hogy az erőforrásaink többségét erre a feladatra fordítjuk. Így elmondhatom, hogy a ciklus végére, tehát ezen a nyáron, 2019 nyarára Dánszent Miklós belterületi útjainak 85-90%-a síkaszfalt burkolattal ellátott, felújított út lesz, tehát ezt az ígéretünket teljesíteni tudtuk. Hasonló a helyzet a belterületi járdákkal kapcsolatban is. És a főútról beszélünk, bár ez nem feltétlenül Dánszent Miklóshoz, mint önkormányzathoz tartozik, ugye jól mondom? Igen, tehát ez a másik része a probléma halmaznak, viszont ez nem önkormányzati felelősség, hogy úgy mondjam. Természetesen nem tudjuk kikerülni, és nem is akarjuk megkerülni ezt a kérdéskört, de a Dánszent Miklóson a Dózsa-György utca, az Ésai út és a Nyíregyházi út, ezek magyar közút fenntartású utak és állami tulajdonban levő utak. Az önkormányzat ezeket nem tudja és nem feladata felújítania, karbantartania. Természetesen igyekszünk egyfajta lobby tevékenységet és határozott igényeket megfogalmazni a fenntartó, illetve a tulajdonos felé. Hát e tekintetben nem akarok elkiabálni dolgokat, de talán amióta polgármester vagyok, most mutatkozik először biztató előrelépés, de fél információkról ne beszéljünk. Ha a Dánszent Miklós népességét nézzük, foglalkoztatottságát, egyáltalán idősödik vagy fiatalodik a dánszentmiklósi társadalom, ezzel kapcsolatban miről tud beszámolni?
Érdekes a helyzet. Kezdjünk egy nagyon fontos adattal a munkanélküliség tekintetében, ami 2010-ben ez óriási problémát jelentett a településen, addig most bizonyos szegmensekben munkaerő hiány is mutatkozik, hasonlóan gondolom az ország egyéb területeihez is. A dánszentmiklósi munkanélküliség az én 2% környékén van, ami egy nagyon-nagyon jó adat. Népesség tekintetében, demográfia adatok tekintetében Dánszentmiklóson szintén egy speciális helyzet van, hiszen a település alapvetően gyümölcstermesztési hagyományokkal rendelkezik, és a gyümölcs szüreteléshez nagyon sok kézi munkaerőt igényel, ezért már a szocializmusban, a TSS időkben is egy nagy építőtábor működött Dánszentmiklóson, ahol 3-500 diák is megfordult nyaranta, illetve a gyümölcsszüretelési szezonban, és aztán a rendszerváltozás követően az építőtáborok ugye elmorzsolódtak, megszűntek, és ez viszont a feladatot el kellett végezni, erre vendégmunkásokat hívtak meg Dánszentmiklósra a gazdák, akik bejelentkeztek Dánszentmiklósra, de fizikailag nem voltak itt. Tehát ezért a település lélekszáma az mindig ilyen 3000-3000 felett volt. A tavalyi évben került a helyére a valós népességünk, tehát Dánszentmiklós egy ilyen 2700 és 2800 helyi lakost tudhat magáinak, ugyanis itt a bejelentkezett vendégmunkások zömét fiktiválták lakcím tekintetében. Egyébként azt elmondhatjuk, hogy egy stabil népességgel rendelkező település, elegendő, örvendetes módon elegendő gyermek születik, és a házasságkötések száma is növekedett az elmúlt időszakban. Ennek a 3100 lakosnak milyen egészségügyi szolgáltatásokat tud nyújtani a település? Alapvető célunk volt, hogy a közös erőforrásainkat, tehát az adóbevételeinket és az önkormányzati fejlesztési politikát úgy alakítsuk ki, hogy olyan célokra költsük a közös vagyonunkat, közös pénzünket, amelyek mindenkit érítenek. Tehát erre vonatkozott ugye az utak kérdésköre, illetve az egészségügyi szolgáltatások színvonalának emelése, illetve az egészségügyi szolgáltatók környezetének a fejlesztése. Két nagyon fontos beruházást hajtottunk végre, az egyik az új orvosi rendelő építése, ez 2015-ben került átadásra. Itt a felnőtt házi orvos és a gyerekorvos kapott helyet, illetve a fogorvos. Ez egyébként egy saját erős önkormányzati beruházás volt, illetve most építjük, és néhány héten belül reményeink szerint át is adjuk, illetve birtokba vesszük az új egészségházat, amelynek különösen szép üzenete van, hiszen a kisgyermekeket, az anyukákat segítő védőnői szolgálat méltó helyre költöztetése miatt vágtunk bele ebbe a projektbe, és nyertünk el Pest megyétől kompenzációs forrásokat, amelyeket reményeim szerint, illetve az eddig elvégzett munka alapján hasznosan és biztonságosan használtunk fel. Ha a csatornázottságot nézzük, csatorna beruházás kapcsán végeztünk. Hol tart? Végeztünk. Dánszentmiklóson ez egy 12 évig tartó, most majd 12 évig. Hogy azt mondja, hogy még nem fejeztük be, még van 4 perc. A csatornázással, tehát ez egy nagy teher volt az önkormányzat vállán. Két ütemre szakadt a beruházás. Nagyon sokáig húzódott a második ütem, amíg támogatást tudtunk nyerni a megvalósítására. De a végén egyébként egy egészen
meseszerű történet alakult, hiszen először úgy indultunk neki, hogy nem láttuk még, hogy mikor fogjuk finanszírozni és befejezni, de a végére gyakorlatilag az elvárt támogatási százalékon vagy mértéken felül 8%-kal több támogatást sikerült kiegészítő forrásokként még ez a beruházáshoz rendelni, tehát a csatornázás tekintetében rendben vagyunk, pont van, jól működik. Sport és infrastruktúra és fejlesztés, művelődési és sporthez. Szintén egy olyan kis utunkba, nem is kicsi, utunkba gördülő akadályról beszélünk a Dán Szent Miklósi Művelődési Ház esetében, amelyből Széchenyi út egy picit átformálva az utunkba gördülő akadályokból, kövekből egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk, és ezt mi végrehajtottuk. Tehát a Művelődési Ház egyfajta pénznyelőként működött Dán Szent Miklóson, hiszen egy hatalmas sportcsarnokról beszélünk, ami üzemeltetési tekintetében nagyon sok pénzt vitt el a településtől, de szintén pályázati forrásokat kihasználva teljes körű energetikai korszerűsítést hajtottunk végre a végéhez közeledő ciklusban a Művelődési Házon, úgyhogy egy külcsín tekintetében is megújult és energetikailag is jó paraméterekkel rendelkező épület áll ma már a Dán Szent Miklósi emberek és a Dán Szent Miklósi sport rendelkezésére. Ha egy néhány gondolat erejéig most előre tekintünk, tervezik mezőőrségnek a létrehozását. Igen, tehát a külterületekkel való gazdálkodás és foglalkozás az a téma, amely nem kapott elégséges és méltó hangsúlyt az elmúlt időszakban. Nem véletlenül, mert gyakorlatilag a centrumból kiindulva, tehát belülről kifelé haladva szeretnénk rendbe tenni a települést és fejleszteni a települést. A következő időszak nagy kihívása lesz az, hogy hogyan tudunk gazdálkodni a külterületekkel, a mezőgazdasági területekkel. Fontos téma megint csak, hiszen Dán Szent Miklós a mezőgazdasági erőforrásaiból él, de azt gondolom, hogy egy picit szükség van szemléletváltozásra, tehát nem engedhetjük meg magunknak, hogy ezeket az erőforrásokat teljes mértékben kihasználjuk, vagy túlságosan kihasználjuk, ki zsigereljük, hanem egy ökológiai egységként kell tekintenünk a külterületeinkre, és ennek megfelelően olyan újszerű, modern gazdálkodási technológiákat meghonosítani, amely nem zavarja egyébként a természetes élőhelyet, és értékesebb gyümölcsöt, értékesebb termékeket lehet előállítani ezek segítségével. Mennyire tulajdonít nagy jelentőséget a rendezvények közösség formáló, közösség megtartó erejének? Két percünk van még. Azt gondolom, hogy alapvetés az egy település megmaradása szempontjából, hogy van-e, és hogy milyen erős a település identitása, ez hozzájárulnak azok a közösségformáló rendezvények, amelyeket az önkormányzat támogat, illetve hozzájárulnak a településeken működő civil szervezetek is. Most e tekintetben egy ceglédi mintára egy újszerű kezdeményezésbe fogunk már augusztus 17-től 19-ig egy határbejárást tartunk, elsősorban Dán Szent Miklósi diákok számára. Ezt egy helyi vándortáborként kell elképzelni, ahol bejárjuk a település határpontjait, esténként tábortűz mellett kicsit anekdotizálunk, kicsit beszélgetünk, a dánosi történeteket, családtörténeteket is akár felevelenítjük. Szeretnénk, ha tudnák a Dán Szent Miklósi gyerekek, hogy meddig a miénk, meddig az övék. Végül, de nem utolsó sorban, ősszel helyhatósági választásokkal tervezi-e, hogy indul? Igen. És ha úgy alakul, a tervei szerint alakul, akkor a következő időszakban mire fókuszál majd, mint polgármester? Tervezem, hogy ismét részt veszek ezen a megmérettetésen. Én azt gondolom, hogy tiszta lelkiismerettel álltok a választópolgárok elé. Én mindent megtettem a település fejlesztésének érdekében, és abban bízom, hogy ezt a teljesítményt, ezt értékelik majd a Dán Szent Miklósi választópolgárok. Alapvetően a következő
ciklusprogram, vagy polgármesteri program az a külterületekre, a környezetvédelemre és a közösségépítésre fog fókuszálni, tekintettel arra, hogy azon infrastruktúrális fejlesztések zömét elvégeztük az elmúlt 9 évben, amelyek ahhoz kellenek, hogy egy kicsit perspektívikusabban tudjon gondolkodni egy településvezető, mint közösségvezető. Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy nálunk járt, jó munkát kívánok! Köszönöm szépen! Kedves nézők, ez volt a háttér, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!